leg kritikusabb régiók tartozik a Dunaszerdahelyi régió és a határmenti régiók többsége is. Bizonyára egy átlagon aluli terméshozamot várunk. A tavasziak pedig, akár veszük a napraforgó kukorica, jóformán porba lett elvetve. A gazdálkodók jelezték, hogy ahol egy kis nedvességhez jutott a mag, ott kikelt, ahol nem, ott szinte a magot meg lehet találni a porba. Most, hogy ez első mennyit hozott segítségül, vagy a legalábbis a kirázás elindul, várható, hisz kizöldült a határ. Konkrétan számokba ki lehessen fejezni, hogy mi lesz a terméskiesés, bevételkiesés a gazdálkodóknak, ez csak az aratás után lehet, és az Európai Uniós rendelet is úgy írja, hogy akkor, amikor megvan a betakarítása az egyes növényeknek, akkor lehet számbelileg kiszámítani, hogy mi az a bevételkiesés, ami a szárazság véget történt. Bot Árpád csirészpatasi gazda 2006 óta mezőgazdasági magánvállalkozó. Ilyen száraz tavaszra azóta nem emlékszik. Szerinte a csapadékhiány mintegy 200-250 mm. Öntözés nélkül nem megy. A kelesztő öntözéstől kezdve növesztő öntözés, azt lehet mondani, hogy hetente 2-3 alkalommal muszáj visszatérnünk arra a adott föld területre. Ha valaki termelni akar, magasabb szinten zöldséget akar termelni, mint már 10 éve minden erőnket, minden, azt lehet mondani, hogy a vállalkozásnak egy bizonyos hasznát csak az öntözőrendszereknek a kiépítésére fordítottuk. Mink buzát, őszi vetett növényeket nem öntsük, mert egyszerűen az öntözőmotoraink, az öntözőrendszereink az mind a gyökérzöldségben vannak beiktatva. Az őszi vetett buzáink jók. Nem mondom, hogy rekordtermésünk lesz, de egy, ha jó Isten nem vár meg, minket egy bizonyos közepes alsó, jó közepes terméssel számolhatunk. A tavaszi növényekről ezt nem mondhatom el, tavaszi árpánk van, mert a cégben nagyon gyenge. Valójában kalászolunk lassan, és 15-20 cm magas az árpa és ritka. A kukoricákról azt mondhatom, hogy vetés után vagyunk, valójában 3-4 leveles, 5 leveles állagban vagyunk. Ez a 7 millin nagyon sokat segített neki, ami nálunk is volt, nagyon sokat, főleg a fejlődésben, hát bízunk benne, hogy legalább havonta egyszer megázik. A Dunaszerdahelyi járásban közel 80 ezer hektár mezőgazdasági területen folyik szántóföldi növénytermesztés. Az idény főnövényként 20 ezer hektár búza, 8 ezer hektár árpa, 16 ezer hektár kukorica, 15 ezer hektár napraforgó és 4600 hektár olajrepce várja a májusi esőt.